12. C-osztálytól. Kedves 12. C, nem látlak titeket, de hozzátok szólok. Amikor megtudtam, hogy milyen feladat vár rám a ballagáson, bevallom, megijedtem. Hiszen most bizonyítanom kell azt, amiről órán olyan sokat beszéltem, talán már a könyötökön jön ki, hogy milyen a jó nyilvános beszéd a jó szónok. És azt is tudom, hogy az ilyen beszédek második mondatánál, vagyis most, kikapcsolnak a hallójáratok. Ezért nem szeretnélek titeket közhelyesnek tűnő nagy bölcsességekkel untatni. Nem szeretnék búcsúzni sem igazán, még akkor sem, ha ez lenne a feladatom, hiszen találkozunk még az érettségi mindenki. Viszont ti búcsúztok a kötöttségektől, mert vége a be- és kicsengetéseknek, a lógásoknak, a késéseknek, a titokban dohányzásoknak, és nem kell többet az órák közötti szünetekben házi pásolni. Mit is mondhatnék még nektek? Diákoknak, akiken látszik a huncuk mosoly, hiszen már érzitek, hogy nem sokára vége a középiskolás éveknek, és természetesen az érettségének. Ne mondja hát senki, hogy szomorú ez a mai nap. Nem az. Mert a legtöbben hosszú ideje várjátok. És ezután elkezdődik valami más. Búcsúzni jöttem, mert valami véget ért. Valami, most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menj, dörög, ez tényleg szerelem. Valójában fiatalságotok egy darabját hagyjátok itt. A barátságokat, a szerelmeket, a nagy nevetéseket vagy sírásokat. És ezzel együtt kiszabadultok egy zárt világból, és egy kötetlenebb, szabadabb világba csöppentek. Így hát, zárva a kis beszédet, két üzenetem van, amit jó, ha megjegyeztek, még ha ki is kapcsolt az agyatok, ahogy megszólaltam. Használjátok a szabadságotokat arra is, hogy egy mostani döntést megerősítsetek, vagy ha úgy adódik, kijavítsatok. És arra is, hogy új közösségeket találjatok úgy, hogy ezt a régit nem felejtitek el. Sok sikert, emberséget és kitartást kívánok nektek. És végül egy utolsó ajándék tőlem, rólam, hogy ne felejtsétek el ezt az iskolát és engem. Nincs végzős osztályom, nem vagyok igazgató és nem hordok kalapot. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét tanítom, és rajtam kívül a 12 C-sek értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, ki látta két éves Zoli névre hallgató, nőstény, hosszú szőrű, szobatiszta középfű gyulladásomat. A szemüvegben tanítok, és nem örülök, hogyha a diákok összekeverik a pontosét az elipszilonosével. Büszkén gondolok a végzősökre és osztályfőnökeikre, a kollégákra, Szemmelweisre, az anyák megmentőjére, az iskolánk névadójára. Szeretem a kávét és a milka csokoládét, a humort és a szüneteket. Itt élek az ország szívében, csecsemőgondozásban mi vagyunk a császárok, és igenis, nálunk talán tanulnak a főváros legszebb lányai és legsármosabb fiai. Szemmelweis, én így szeretlek. Kelt az Úr 2011. évének, a Szelek havának 29. napján Budapesten. Sziasztok!